Köszöntöm rába közi televízió nézőit! Hámri György polgármesterrel készített beszélgetésünket láthatják. Polgármester úr, időszakonként Kapuvár közügyeiről, a várost érintő fontosabb dolgokról beszélünk. Hát az elmúlt hetek, hónapokban mi az, ami történt Kapuvára, mire hívná fel a figyelmet? Ugye utoljára, amikor tulajdonképpen, most nem azt mondom, hogy érdemi, mert minden beszélgetésünk érdemi, ami effektív, mindenkit érintő komoly munkával, tehát az ugye a költségvetésnek az elfogadása, ugye utána a testületi ülés után beszélgettünk, és látszatra egy olyan csendesebb időszak következett, különösen itt a húsvét előtt, de nyilvánvalóan az a háttérben nagyon komoly munka folyt. Elsősorban a topos beadott pályázatainknak a továbbfejlesztése történt, ami egy nagyon nagy munka. Ugye valamelyik nap éppen a megyei, azt hiszem lehet, hogy a maiban pontosan a megyei napilapban ugye elnök úr, a megyei közülés elnöke is nyilatkozik, hogy hát gyakorlatilag mindenki várja most már ezeket a pályázati eredményeket, hiszen félő, hogy nagyon-nagyon dömpingbe fognak kijönni ezek a pályázatok, és a megvalósítás ugye akkor nagyon nagy terhet fog róni az önkormányzatokra. De én azt gondolom, hogy Kapuvár ebből a szempontból is felkészült maximálisan, már amennyire föl lehet készülni, és reméljük, hogy minél több pályázatot fogunk tudni nyertesként elkönyvelni. Ezen kívül természetesen gőzerővel folytak a önerős beruházásunknak is az előkészítése, hiszen itt is azért komoly munka előzi meg, tehát nem úgy van, hogy vállalkozó fölvonul, aztán utca neki. Tehát azért nagyon sok tervezési, előkészítési, egyeztetési munka folyik, közbeszereztetési munka folyik itt is. Ami effektíven mondható, hogy a mai napon, ha már ugye az időt kinézünk és az időt nézzük, akkor visszamentünk valahogyan a télbe, úgyhogy szerintem a mai munka fölvonulások azok le is álltak, de megkezdődik a Kapuvári, aki így ismerik, hogy az Axtis közel, ugye a Táncsis utcának egy kis beugró ága, ott az útfelújítás fog megkezdődni, kezdődött vagy fog folyni a napokban. Ez egy elmaradt adósságunk még, ugye a Táncsics utca felújítása mellett ez kimaradt ez a kis rész. Ezzel fogjuk gyakorlatilag kezdeni az önerős beruházásainkat. De aki a városközpontban lát, az látja, hogy nagyon szorgos munka folyik a magán a polgármesteri hivatalon, tehát magán a kastély épületen is. Itt arról van szó, hogy ugye lassan véget ér a fenntartási időszak abbannak a pályázatnak, amiből megújult a teljes városközpont, illetve maga a várkastély is. Viszont az látszik, hogy a szigetelés fölött, tehát ahol a szigetelés történt, az a vizesedés teljesen egészében megállt, tehát maga a szigetelés nagyon jól működik, csak alatta, ugye nem tudták lejjebb vinni már a szigetelést, a bázeket, a befúrásokat. A lábazat eléggé, nem is az, hogy a vízesedés, hanem a salétrom kezdte ledobni a vakolatot. És ez egy kicsit ugye mondjuk ugye az impozáns épületnek a képét, meg a városképét is eléggé elrontotta. És én annak a híve vagyok, ha egyszer megcsináltunk valamit, akkor fordítsunk a karbantartásokra akkor is, amíg ez elérhető összeg. Ez a karbantartás, és ne akkor kell vakarodzunk, amikor már több millió, tízmilliókat, akár ugye százmilliót is kellene ahhoz költeni, hogy valamit rendbe hozzunk. Na így van ez is, tehát nekiugrunk nagyon gyorsan a lábazat rendbetételének, és kő kerül föl a lábazatra, természetesen úgy, hogy azt a légrést megtartva a tégla, fal és lábazat között, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a levegőztetés meglegyen, és én azt gondolom, hogy így jó hosszú időre rendbe lesz téve a várnak ez a látképe is. Ami feltétlenül említésre méltó, hogy ezek mellett, a munkák mellett természetesen folynak a nagy rendezvények előkészítései is, amint szerkesztő úrnal egy riportban már beszéltünk róla, hogy nagyjából kialakultak már azok a nagy rendezvények, amelyeket az önkormányzat támogat, illetve rendez. Ezek ugye hosszú folyamat után tisztultak le, de természetesen szívesen vesszük azokat a civil kezdeményezéseket is, ami egy-egy bejövő rendezvény megvalósít.
Ami elmúlt már, most beszéljünk arról, ugye ez volt a Böllérmáj Fesztivál, de erről akkor beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból rekordot döntöttünk ebbe. Úgyhogy most már megkezdtük a gondolkodást, meg a fejvakarást, hogy valahova át kéne vinni ezt a rendezvényt, ahol bővebben nagyobb hely van, mert aki ott kim volt, különösen a déli időszakban az látható, hogy a helyszínt már kinőttük. De ez mindig egy örvendetesebb dolog, mintha pangó sátorba lennének a rendezvények. Ami előttünk áll, az ugye a majális, és közben a naptárt nézem, tehát nem kamerából nézek ki. Igény volt a városban, hogy hozzuk vissza a majálist. A tavalyi évben volt ugye a Művelődési Ház által szervezett igazi ilyen várároki majálisunk, amit sajnos az időjárás azért számításainkat az időjárás keresztül húzta, de gőzerővel folyik Zsuzsájék által most is a szervezés, tehát neki futunk még egyszer, és május 1-én nagyon nagy szeretettel várunk délután mindenkit itt a várárokba egy kis szórakozásra, egy kis majálisozásra. Reméljük most az idő is mellettünk lesz. Nagyon fontos esemény lesz, ugye, hadd említsem már meg most, hogy május 3-án az elmúlt években a katasztrófavédelem és a rendőrség együtt tartotta a közös ünnepségét Győrben, viszont ez akkora tömeget mozgatott mindig meg, és olyan hosszú idő intervallumot vett igénybe, mert azért ugye itt díjak, kitüntetések átadására is kerül sor, hogy a két szervezet úgy döntött, hogy az idei évtől külön válnak ismételten, és egy beláthatóbb, szervezhetőbb keretek között tartják meg a saját ünnepeiket. Ugye 25-én lesz Győrben a rendőrség napja, viszont hadd mondjam örömmel, hogy május 3-án a katasztrófavédők viszont Kapuváron tartják a napjukat. Na, erre is készülünk nagyon nagy elánnal, és nagyon megtiszteltetésre érezzük, hogy a város rendezheti meg ezt az ünnepséget. Nagyon köszönöm Salai Péter tábornok úrnak, hogy ránk gondolt ebben a szervezésben, úgyhogy megpróbáljuk a maximális teljesítményt nyújtani természetesen itt is. Aztán ballagás, ugye a Felsőbőki Nagy Pál gimnázium ballagása, és mindenképpen a május végén a gyermeknap kerül megrendezésre, ami most új rendszerben, ugye eddig a városi gyermeknap elég szórt időpontban, amikor éppen ugye a családsági intézetünk ráért, akkor ott ugye a tornacsarnok előtti téren szokott lenni. Most viszont egy nagy rendezvényt tervezünk ide a város központba. Tehát május végéig körülbelül így néz ki a programunk. Nagyon szépen mennek a kapuvári katedrál előadásai, nagyon szépen mennek dr. Faragó Sándor rektor úr által szervezett nyugdíjas egyetem előadásai, úgyhogy én azt gondolom, van bőven tennivaló a városban, és van program is bőven. Ugye a tavaszi időszak az a közterületi munkáknak az időszaka is. Van-e valamilyen változás amellett, hogy gondozzák a közterületeket, valamilyen átalakítást terveznek-e, újítást, akár olyan, ami szembetűnő lehet, hiszen hamar ott lesz az az időszak, amikor a turisták is megjelennek a városban. Így van. Én azt gondolom, hogy elsősorban a hagyományos munkák fontosak itt. Tehát elég nagy a város zöld felülete ahhoz, hogy legyen benne munka elég. Ahogy nézem, a kapukon Kft. Most mindattól függetlenül, hogy az időjárás egy kicsit ugye néha megtréfál bennünket, tehát elsős időre nagyon meleg idők jöttek, tehát a fű nagyon megugrott, de nagyon szépen tartja, én azt gondolom, az elvárható időhatárokat, és ha most, aki a 85-ös Győr felől bejön a városba, az hála jó Istennek már nem találkozik térdigérő füvel, hanem rendezett a városkép. Én azt gondolom, hogy nagy odafigyelés van most a cég részéről ezekre. Természetesen ez elvárás a városvezetés részéről is. Tehát a hagyományos munkák mennek, virágkiültetések ugye nagyon szépen megtörténtek, reméljük, hogy ez a hóesés nem okoz nagy kárt bennük. Volt egy kis újítás is, amit hadd mondjam úgy, hogy tetszik is nekem, de egy kicsit ilyen koppintásnak is érzek, ugye a húsvéti
kis tojásfa került ki, meg nyuszi. Én szeretem az önállóbb ötleteket, mint hogy valahonnan, valakiről másoljunk valamit, de én szerintem ebbe is majd lesz előre lépés. Volt egy felújítás, ez a tornacsarnok, tornaterem, ugye ez a felsőbbüki nagy pálgimnázium. Igen, mi csoforjunk tornacsarnoknak, a kapuváriak. És ez hogy áll? Ezt be tudták fejezni, tehát elégedett a munkával? Tehát ezek a munkák rendben vannak, természetesen ez közel sem jelenti azt, hogy vége van ennek a felújítási résznek, hiszen ez elsősorban a nyílászárok, tehát ez elsősorban energetikai felújítás volt. Nyílászárok, tetőszigetelés, ajtócsere. Itt még azért feltétlenül kell majd forrásokat fordítanunk arra, hogy a teljes komplexum rendben legyen, hiszen a bejárati ajtó, az előtér azért még hagy maga után kívánni valót, de lassanként mindenképpen haladunk. Hadd mondjam, hogy ami még megkezdődött a kápolna felújítás folytatása, ugye a külső rész, aki most a temetőben jár, az látja, hogy megkezdődött a vakolás, aztán rövid időn belül az állványozás következik, és természetesen a munka folytatódik. Itt én azt gondolom, hogy ismételten ki kell emelnem Lipgyuri bácsi adományát, ami lehetővé tette ennek a munkának a folytatását is, és feltétlenül Tamás atya aktivitását, aki szintén egy motorja ennek a felújítási dolognak. Úgyhogy reméljük, hogy ugye az év közepén június-július körüli dologra egy nagyon szép objektumot tudunk átadni, majd augusztusba, de ez még legyen majd a mi titkunk, hogy minek a kapcsán és milyen keretek között. És ennek folyamodványaként folytatjuk természetesen a Bergsír felújítását is. Annyit elárulok, hogy a kettő objektumnak lesz egy nagyon szép felabadása, de ez még maradjunk a közös titkunk. Még egy kérdés, hogy a sportcentrum átalakítás ugye országos szinten is folyik. Vannak most már olyan helyek, ahol sikerült megépíteni a tanúszodákat. Így van. Következő pályázati ciklusban, ami ugye a 2020-ig tart, jól emlékszem, van erre pályázati lehetőség, akár a építésére? Ezt vonatkoztassuk el a pályázatoktól, mert mind a tanúszoda, ugye mind a sportcsarnokok, ez kormányzati program. Tehát tehát ne keverjük a klasszikus pályázatokhoz. Na most, én úgy tudom képviselő úrtól, hogy természetesen ugyanúgy, mint ahogy az a cél, hogy minden járásközpontban legyen ilyen objektum, fönn vagyunk a listákon, sor fog kerülni ezeknek az objektumoknak a megépítésére, mi is várjuk, hogy mikor. Én nem vagyok ezekben mindig egy kapkodó dolog, nem szeretek ott az elején látni. Nézzük meg, hogy mi történik a elkészült objektumoknál. Ugye hallunk ilyen dolgokat, és hallunk olyan dolgoktól is. Ami engem rendkívül érdekel, az elsősorban az üzemeltetés, mert mindig azt mondom, hogy úgy ne hozzunk létre semmit, hogy utána meg azt mondjuk, hogy föltesszük a kezünket, hogy bocsi, de nem tudjuk fönntartani. Jó, tehát erre nekünk vannak ötleteink, de én azt gondolom, hogy itt az idő az, és a tapasztalat az nagyon nagy kincs lesz a későbbiek során. Természetesen várjuk mind a kettőt, de nézzük meg a meglévő tapasztalataikat is, hogy megfelelő, üzemeltethető, hadd mondjam, hogy üzemeltethető objektumokat tudjunk a városba kialakítani. A testületülések általában a hónap végén vannak. A következő mikor várható? Igen, és akkor itt van egy zavaró tényező ismételten. Tehát jövő héten csütörtökön, 27-én lesz a testületülésünk. Ennek van gyakorlati oka is. Ugye ott egy kicsit a februári 15-eivel megcsúsztunk, illetve olyan dolgok jöttek közbe, amik még előkészítésre várnak mindenképpen. És ugye tulajdonképpen a testületi anyagok már nem az előző héten, hanem azt megelőző hét végén ki kell, hogy menjenek a bizottsági hét miatt. Ezért most egy kicsit így időbe csalunk, hogy olyan anyagok is elkészülhessenek, aminek feltétlenül májusban a testület, vagy áprilisban a testület elé kell mennie. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen. Egészségre fel címmel sportnapot szervezett a Rába Közifjúságáért Egyesület.